Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Közel 4000 éves bronzkori urnatemetőre bukkantak a Balaton utcában. Hétfőn zárva lesz Kecskeméten a rendelőintézet, és a kórházban is munkaszüneti nap szerint dolgoznak. Tegnap Solt közelében lángolt egy kamion, ma pedig lakitereknél két személyautó ütközött össze. Június közepének viharos időjárása miatt a biztosítókhoz eddig több mint 16.500 bejelentés érkezett. A már kifizetett és a becsült kár összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. A viharos időszak miatt sok kárbejelentést kaptak a biztosítók Bács-Kiskun megyéből is. Hatalmas kráterek maradtak a Dombícsen a vasárnapi vihar után. Hétfőn nem is tudott kinyitni a strand, használhatatlanná vált a terület. A mögöttem látható homokkal töltik fel a Dombícsen található strandröplabdapályát, ugyanis a vasárnap este lecsapó vihar tönkretette, saras vízzel töltötte fel ezt a területet. De nem csak itt okozott gondot a vihar, 3 méter széles, 1,5 méter mély árok keletkezett a parton. Az eső kvázi belemosta a homokos partot a vízbe, ezen felül pedig a vihar a járdát, az alapokat is megbontotta. Havas Balázs, a Dombícs üzletvezetője elmondta, több nyerges vontató is gép dolgozott napokon keresztül, és a károkat sikerült annyira helyrehozni, hogy ma délután újból kinyílt a bícs a fürödni vágyók előtt. Az elmúlt hetekben azonban nem ez volt az egyetlen eset, amikor a vihar gondot okozott. Kecskemét vonatkozásában június 15 és június 24-e között összesen 22 esetben érkezett elemi csapás viharkárral kapcsolatos bejelentés, ezen kívül fakidőlés, faeltávolítás esetében egy esetről beszélhetünk, illetve vízkárokat jelentettek még be a lakosok, ez összesen 17 helyszínen okozott munkálatokat vagy munkát a tűzoltóknak. A vasárnapi vihar kapcsán Lakitelek volt az egyik legérintettebb terület, onnan 11 bejelentés érkezett. A június 15-e és 23-a közötti időszakban legjellemzőbb károk a tetőszerkezet megrongálódása, beázás, jégverés, villámcsapás, előtetők megrongálódása, néhány esetben pedig árvizek voltak. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a júniusi szélsőséges időjárás nem kirívó. Közel 4000 éves bronzkori urnatemetőre és más különleges leletekre bukkantak a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei a Balaton utcában. A területen egy társasházhoz kapcsolódó mélygarázs épül, ezért volt szükség a munkálatokra. Számoljatok be! A Katona József Múzeum régészei egy épülő társasházhoz kapcsolódó mélygarázs területén dolgoznak, Kecskemét belvárosának a szélén, a Balaton utcában. A 2000 négyzetméternyi területen a feltárás során a Krisztus utáni II.-IV. Században itt élt szarmata népesség települését találták meg. Számos mélykasaralkú tárolóverem, kemence és épület is előkerült. A legnagyobb meglepetésünkre a eddig ismert, már feltérképezett szarmata telep mellett előkerült egy középső bronzkori, az úgynevezett vatya kultúrának, a népességének egy urnatemetője. Az urnatemető feltehetően egy Krisztus előtti 1700-1600 körül használt nekropolisz, vagyis a nagyméretű temető az első város területe volt, ami a feltárás során napvilágra került. Wilhelm Gábor elmondta, az ásatáson csontokat és koponyákat is találtak. A legfontosabb a felfedezésükben az, hogy a város alatt megmaradt a múlt, hangsúlyozta az ásatás vezető. Wilhelm Gábor szerint ez annak köszönhető, hogy a 18. és 19. században egy homokmozgás történt, vagyis a humusz rétegre futó homok rakódott. A munkálatok 2 méter mélyen zajlanak, onnan kerültek elő az urnák, amelyekben feltehetően ékszerek és fegyvermaradványok is vannak. A régészeti osztály osztályvezetője hozzátette, hogy a múzeumban lesz majd ezeknek a szakszerű felbontása. A munkálatok jelenleg is zajlanak, és reményeik szerint további remek eredményeket hoz majd az elkövetkező időszak. Hétfőn zárva lesz a rendelőintézet, a Bács-Kiskun megyei kórházban pedig a munkaszüneti napokra irányadó munkarend lesz érvényben. Minden évben július
Május 1-e a Semmelweis nap, vagyis a magyar egészségügy napja, amelyen az anyák megmentőjére, Semmelweis Ignácra emlékezünk. Az egészségügyben dolgozók számára ez a nap munkaszünet. A fekvőbeteg osztályokon a vasárnapi és az ünnepnapokon szokásos látogatási idő lesz érvényben. A gyógyító osztályokon az ügyelet biztosított, a sürgősségi ellátás folyamatos lesz. Több épület borult lángba egy telephelyen pénteken hajnalban Nagykőrösön. A tűzoltók 6 vízsugárral tudták csak eloltani a tüzet, bár az eset során senki sem sérült meg, nagy károk keletkeztek. Több vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat a tűzoltók Nagykőrösön a Kecskeméti úton. Egy 600 négyzetméteres telephelyen gyulladt ki több épület péntek hajnalban. Égett többek között egy lakóházzal egybeépített asztalos műhely. A mintegy 70 négyzetméteres lakóépület tetejének nagy része teljesen leégett. A 15 négyzetméteres állattartásra használt melléképület, valamint a 25 négyzetméteres asztalos műhely teteje is teljesen megsemmisült. A tűzesethez a ceglédi és a kecskeméti hivatásos, valamint a nagykőrösi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugárral oltották el a lángokat. Két súlyosabb baleset is történt Bács-Kiskun megyében az elmúlt két napban. Tegnap volt Solt közelében egy égő kamionból ugrott ki a sofőr, ma pedig Lakitelek térségében ütközött össze két személyautó. Mindkét esetben súlyosak a sérülések. Totál károsra tört ez az autó abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Lakitelek térségében. 10 óra körül két személygépjármű ütközött össze a 44-es főúton. Az elsődleges információk szerint a balesetben két személy megsérült. A járművek mindkét forgalmi sávot elfoglalták, így a főútat a rendőrök teljes szélességében lezárták. A torlódás több kilométeresre duzzadt. Ezek a felvételek pedig tegnap készültek Solt közelében az 53-as főúton. Látható, hogy a kamion teljesen kiégett. Úgy tudjuk, hogy a Solt irányába tartó jármű menet közben gyulladt ki. Ezt észlelte a sofőr, viszont nem állt meg rögtön, hanem a település felé hajtott, hogy segítséget kérjen. A lángok azonban nagyon gyorsan terjedtek, így a férfi menet közben kiugrott, a jármű pedig áttérve a másik oldalra ketté tört egy akácfát, majd az árokba csapódott. Az eset során a sofőr életveszélyesen megsérült, információink szerint válságos állapotban szállították kórházba. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, majd visszahűtötték a teljesen kiégett kis teherautót. A nyár, vagyis a kánikula beköszöntével nem csak saját magunk komfortérzetére és egészségére kell odafigyelnünk, hanem kedvenceinkére is. Nagyon sok kutyatartó sajnos nem tudja, hogy milyen módszerek szükségesek ebben a nagy hőségben. Míg az emberek szervezete verejtékkel védekezik a túlmelegedés ellen, a kutyák nem izzadnak. Ezért is nagyon fontos, hogy az állattartók ebben a nagy melegben fokozottan figyeljenek oda kedvenceikre, hiszen nekik kell számukra a megfelelő lehűlési lehetőséget biztosítani. Ha a kutya az udvaron lakik, nagyon kell figyelni arra, hogy hűvös, árnyékos helyre mindig legyen alkalma elhúzódni. Biztosítani kell számára friss, de nem túl hideg vizet, hiszen a víztől is megfázhat, torokgyulladást kaphat, vagy akár napokig köhöghet. Ha szereti a vizet, a legmelegebb órákban a gazdák óvatosan le is önthetik, vagy felállíthatnak neki egy kis medencét, amiben bármikor lehűtheti magát. Nagyon fontos a séta idejének megválasztása is. 10 és 3 óra között abszolút ne sétáltassunk kutyát, ezt inkább a kora reggeli és késő esti órákra tervezzük. Ha napközben mégis szükséges, a lehető legrövidebb időt töltsön a kutya az utcán, akkor is kerüljük a követ, a betont és lehetőleg árnyékban legyen. Szokták mondani ezt az 5 másodperces szabályt, hogyha mindenki lerakja a tenyerét a betonra 5 másodpercig, ha az nekünk fáj, akkor a kutyának el lehet képzelni, hogy milyen séta lehet az, tehát ilyenkor a bőrpárna is sérülhet. Szabó Attila elmondta, hogy a kutya akár hőgutát is kaphat, hiszen ő közelebb van a betonhoz, így hamar felhevülhet a teste. Ennek azonban különböző jelei vannak. Gyors lihegés, tágra nyílt pupillák, nyál megvastagodása, vörös nyelv, hányás, szédelgés, hasmenés, kóma.
Ha ezeket a tüneteket észleljük, minél előbb juttassuk el állatorvoshoz. Amennyiben ez rögtön nem lehetséges, vigyük kutyánkat árnyékos, hűvös helyre, és hűtsük testét nedves ruhával vagy törölközővel. A kánikulában szinte a legfontosabb, hogy az autóban az állatot soha ne hagyjuk bent. Ahogy a kép is mutatja, a gépjármű belső hőmérséklete percek alatt melegedhet fel 30 vagy akár 40 fok fölé is. Ilyen melegben, ahogy az a táblázaton is látszik, percek kérdése és akár végzetes is lehet, ha a kutya bent marad. Nagyon sok gazda úgy gondolja, hogy ebben az időszakban lenyíratja rövidre kedvence szőrét, hogy jobban szellőzön bundája. Ez azonban nagyon nagy tévhit, hiszen minden kutyának más szőrtípusa van, így mindannyiukra más szabályok vonatkoznak. Border Collie, vagy Leonbergi, vagy Berni Pásztor, vagy Német Juhász, tehát ezeket a dupla szőrű kutyusokat, ezeket igazándiból ilyenkor a vedlés időszakában át kell fésülni minden hétvégén, folyamatosan érik a szőrük, és folyamatosan levedlik, nem szabad lenyiratni. Ezeknél az állatoknál elég, ha a gazda átfésülés egy speciális fésűvel az úgynevezett alszőrét kiszedi. Ez egy 19 fokos porking, sűrű, ez kiszedi az alszőrt. A többi rétegre szüksége van a kutyának. Vannak azonban rövid szőrű kutyák, akiket évközben is folyamatosan nyírnak a kutyakozmetikákban, így számukra a nyári melegben való megnyírás sem okoz problémát. A pulik ugyan hosszú szőrűek, azonban ha már az elejétől fogva hozzá vannak szoktatva, akkor őket is meg lehet nyírni. De zsinóros szőrüket általában feltépés után megtartják, hiszen ez a bunda egyfajta szigetelést is nyújt nekik. A házi állatokért a gazdák a felelősek, így egy kis odafigyeléssel elkerülhető lehet kedvencünk szenvedése, és pozitív élményekkel élheti át a nagy nyári forróságot. Idén is meghirdeti a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mestermunka pályázatát, amelyre várja a megyei vállalkozók, cégek termékeit, szolgáltatásait, vagy a pályaművekről készült fotókat és azok rövid leírásait. A pályamű többek között lehet egy egyedi családi ház kivitelezése, egy kézműipari termék elkészítése, a cég vagy egyéni vállalkozó által önállóan megvalósított, legyártott, innovatív termék vagy szolgáltatás. A legigényesebben megvalósított, legújszerűbb pályaművek mestermunkadíjban és oklevélben részesülnek. Ezeket a megyei termékeket, szolgáltatásokat szakértő zsűri választja ki. A termékeket július 30-áig személyesen Kecskeméten, vagy az Iparkamara kirendeltségein, Baján, Kiskunhalason és Kalocsán is leadhatják a versenyzők. Ha a pályamű postai úton is elküldhető, úgy azt az Iparkamara weboldaláról letölthető pályázati lap kíséretében a BKM Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltségének címére kell elküldeni. Szerdán megkezdte a felkészülést a bajnokságra a kecskeméti TENB3-as labdarúgó csapatunk. A csapat új edzővel kezdi meg a szezont. Zorán Kuntis 25 év után tér vissza Kecskemétre. Szerda délután 25 játékossal kezdte meg a felkészülést a kecskeméti TE. A szezon végén távozó Szabó Tibor, a KTL korábbi vezetőedzője helyét a kispadon Zorán Kuntics veszi át, aki 1994-ben még játékosként szerepelt a lilafehér színekben. Kuntics boldog, hogy a játékos pályafutás után most vezetőedzőként is kipróbálhatja magát a híres városban. Hát nagyon könnyű volt a döntés hoznom, hogy érdekli engem ez a munka, vagy nem. Nyilvánvaló tudtam, hogy milyen körülmények vannak. A vezetőség elmondták, hogy milyen célok lesznek, és akkor aláírtam a szerződést, és nagyon már vártam, hogy tegnapi napot, hogy kezdjünk dolgozni a felkészülés. A tavalyi keretből Balog Marcell, Sejem Zsolt, Urbán Pál, Nánási Balázs, Kunsági Roland, Vladol Stefán és Szabó Dávid hosszabbított. Rajtuk kívül Kéri Tamás és Grünwald Attila személyében. A Szeoltól már két érkező játékosa is van a Kecskemétnek. A két játékos, én már dolgoztam velünk Szeolban, Szegeden. Ismerem őket, tudom, hogy erősítés lesznek, ebben biztos vagyok benne. Augusztus 4-én megkezdődik az NB3-as bajnokság. Az edzőt az idei célokról is kérdeztük. Az idei cél az első háromba kell lennünk. Én engem az érdekel, szóval, mert ugye három megye egy év után, ugye a csapat felkért az NB3-val, ugye az utolsó
idén bent marad a csapat, és most egy kicsit merészebb a célok, és ez nekem az tetszik. A bajnokság kezdetéig azonban még bő egy hónap van hátra, addig edzőmeccsekkel készül a KTE. Júliusban több találkozó is várja a Kecskemétet, többek között a Jászberény, a Dabas, Tiszakécske, Dunaharaszti és az SMTK ellen is pályára lép csapatunk. Az edzőmeccsek sorozatát pedig hétvégén meg is kezdik a lilafehér fiúk, akik a Paks gárdáját fogadják. Én beszéltem a Szívics Jelúgya, akit Kecskeméten dolgozott sikeresen, és azt kérdeztem, hogy van-e meccsünk, és azt mondta, nincs, igazán nem is gondolkozott, de akkor mikor azt mondtam, hogy én szeretném minél erősebb csapat ellen játszani, akkor ő azt mondta, jó, rendben, akkor majd játszunk, és akkor, de ő is azt mondta, hogy legerősebb csapattal fogják jönni, úgyhogy én nekünk nagyon örülök. Az NB1-es Paks elleni összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik a Széktói stadionban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Közel 4000 éves bronzkori urnatemetőre és más különleges leletekre bukkantak a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei a Balaton utcában. A területen egy társasházhoz kapcsolódó mélygarázs épül, ezért volt szükség a munkálatokra. Hétfőn zárva lesz a rendelőintézet, a Bács-Kiskun megyei kórház pedig munkaszüneti nap szerint működik. Két súlyosabb baleset is történt Bács-Kiskun megyében az elmúlt két napban. Solt közelében egy égő kamionból ugrott ki a sofőr, és Lakitelek térségében ütközött össze két személy autó. Idén is meghirdeti a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mestermunka pályázatát, amelyre várja a megyei vállalkozó cégek termékeit, szolgáltatásait, vagy a pályaművekről készült fotókat és azok rövid leírásait. A hírös híreket látták pénteken este. Hamarosan folytatjuk műsorunkat a kiemelővel, amelyben először a házas hétvége közösség szervezésében jelenleg is zajló találkozások hétvégéről beszélgetünk vendégeinkkel. Ezután arról számolunk be önöknek, hogy milyen fázisban van a Jankovics Marcell rendezésében készülő Toldi című rajzfilmsorozat. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket ma 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton keleten több, nyugaton kevesebb felhő zavarhatja meg a napsütést, az északi szél több felé megélénkül, keleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 25-30 fokig melegszik a levegő. Vasárnap ragyogó napos időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. A déli délnyugati szél északnyugaton erős lehet, máshol élénk lökések kísérhetik. Újra fokozódik a meleg, 30-34 fokot mérhetünk. A hét első napján is a napsütés lesz főszerepben, egyedül a délnyugati szél élénkülhet meg. Délután 32-37 fokig melegszik a levegő. Kedden is még kánikulára számíthatunk, délután azonban feltámadó széllel, zivatarokkal hideg front érkezhet.